A koronavírus járvány elleni közös európai szintű fellépést szorgalmaz Klaus Johannis. Az államfő szerint csak közös erővel lehet megfékezni a COVID-19 terjedését. Európai szintű védekezést és a koronavírus járvány okozta gazdasági válságot kezelő egységes intézkedéseket fog javasolni Klaus Johannis államfő az Európai Tanács tagjaival tartott videokonferencián. Erről sajtó nyilatkozatban számolt be ma az államfő. Uniós szinten az Európai Bizottságon keresztül már történtek közös közbeszerzések. Kezdtük védőfelszerelések, lélegeztetőgépek, laboratóriumi berendezések. Mivel a helyzet rosszabbra fordult országunkban is, létfontosságúvá váltak a közös beszerzések. Ezeket az eljárásokat minél hamarabb be kell fejezni, hogy Románia is mielőbb birtokába juthasson ezeknek az egészségügyi felszereléseknek. Elmondta, első felvonásban a Románia 10 millió euró értékben fog egészségügyi berendezéseket, illetve fogyóanyagokat vásárolni. A külföldi vendégmunkások helyzetét érintve Johannes azt mondta, az állam mindent megtesz annak érdekében, hogy a szigorú óvintézkedések ellenére mielőbb hazahozza a román állampolgárokat.